A kamerák képeit rádiós internethálózaton továbbítjuk a központba, hátjátszási pontokon keresztül. A nyírteleken telepített kamerahálózat a legmodernebb forgalomban lévő vezeték nélküli rendszer. A 3 megapixeles Full HD felbontású kamerák a nap 24 órájában figyelik a környező utcák forgalmát, és még a legsötétebb éjszakákon is legalább 60 méter látótávolságot biztosítanak a rendőrség számára, hangzott el a nyírteleki térfigyelő kamerarendszer átadó és bemutató rendezvényén. A belügyminisztérium által nyertünk pályázaton 7,3 millió forintot, amelynek segítségével sikerült önerő nélkül kiépítenünk 14 térfigyelő kamerát, amely a település bevezető útjait, közintézményeit, forgalmasabb területeit, illetve bűnügyileg veszélyeztetettebb területeket figyel meg, illetve figyel az iskolákra, játszóterekre és minden olyan területre, amely a nyírtelekiek számára fontos és fontos lehet. A térfigyelő hálózat jelenleg 14 kamerából áll, ami a jövőben akár 36 megfigyelési pontra is bővíthető. A rendszert úgy alakították ki, hogy a keresett időpont eseményeit mindössze néhány kattintással egy adathordozóra lehet menteni, amit aztán a rendőrség munkatársai felhasználhatnak a szükséges nyomozáshoz, mondta Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Térfigyelő kamerarendszer nagyon hasznos, hiszen egyrészt visszatartó ereje van, tehát látják azok, akiknek bűnös gondolatok járnak a fejükben, és talán megfontoltabban arrébb pályáznak, és nem követik el a bűncselekményt. A másik pedig, hogy a felvételeket azonnal a rendőrség kézbe kaphatja, forró nyomon el tud indulni, és be tudja azonosítani az elkövetőt. Én azt gondolom, hogy itt Nyírtelken, amely egy 7000-es kisváros, itt Nyíregyháza szomszédságában, egy jelentős erőlelépés a közbiztonság területén ez a térfigyelő kamerarendszer. A kamerák képeit az adatkezelési szabályoknak megfelelően csak a rendőrség használhatja, a zárt láncú rendszert pedig egy elkülönített zárt szobában érhetik el a rendőrség munkatársai.